A nyugaton a helyzet változatlan volt a vasárnap esti BAFTA díját adó legnagyobb nyertese. Az első világháborús dráma 7 díjat vitt el, köztük a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járót is. A legjobb férfi főszereplőnek Austin Butlert választották az Elvis címszerepéért, a legjobb női főszereplő pedig Kate Blanchett lett a Tárban nyújtott alakításáért. A Sziget szellemei szintén jól szerepelt, 10 jelölésből 4-et váltott díjra.